Egy benzinkút reklámtáblájának csapódott és meghalt egy motoros alig néhány héttel ezelőtt zombán. A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy a motoros a tragédia előtt több autót előzött meg egy keréken haladva felfelé egy emelkedőn, mielőtt elvesztette uralmát a jármű fölött. Ezen kívül még két halálos baleset történt Tolna megyében az idén, ami jóval kedvezőbb adat, mint a 2018-as, mondta Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője a Bartal emlékműnél, ahol a közúti balesetben elhunytakra emlékeztek. Minden tekintetben csökkent a baleseti mutatók száma, aránya, mint a halálos, mint a súlyos, mint a könnyűsős balesetek tekintetében, illetve ebből kifolyólag az összbaleset tekintetében is, de ez a sérülésos balesetek esetében. Az összbaleset szám az 20%-kal csökkent közel, a halálos balesetek száma 70%-kal, a súlyos sérülésos balesetek száma közel 40%-kal, illetve a könnyűsérülésos balesetek száma 10%-kal, és ugye még van egy mutatónk, ami az ittasan okozott baleseteket méri, abban is csökkenés tapasztalható, ami azt gondolom, hogy jó, hiszen azért azt tudjuk, hogy Tolna megyében az ittas járművezetés aránya itt a közúti közlekedési baleseteknél igen magas volt, tehát az első helyen volt valamikor Tolna megye 18%-okkal, és most ezt sikerül ilyen 7% környékén tartani, ami egyébként az országos átlag alatt van, tehát ez egy pozitív eredmény minden tekintetben. És hogy mi okozza ezt? Hát nyilván ez egy hosszas munka eredménye. Nincs garancia arra, hogy az, aki elindult otthonról, épségben haza is ér, mondta Jámbor István, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője. A szakember jelentős eredménynek nevezte, hogy közel 30 év alatt harmadára csökkent a halálos autóbalesetek száma országos szinten, de hozzátette, még mindig több mint 600 ember hal meg az utakon évente. Ez az év egy igen kedvező év, legalábbis eddig nézve. Gyakorlatilag országos viszonylatot, ha nézek, az előző év, tehát 2018-hoz képest most idén nagyjából 15-18%-kal kevesebben haltak meg az útjainkon. Azt nem tudjuk, hogy az év végére, hogy mint alakulnak a statisztikák, és nem tudjuk, hogy ez most egy egyedi év lesz, és jövőre a korábbi tendencia fog folytatódni, tehát a enyhe növekvés vagy stagnálás. Nehéz egy év adataiból bármi következtetés levonni. A tragédiák hátterében legtöbbször a gyorshajtás, figyelmetlenség, valamint a biztonsági öv használatának mellőzése áll. A szakember úgy látja, jóval nehezebb egy kialakult személyiséget, egy 20 éves fiatalembert szabálykövető magatartásra sarkalni, mint egy gyereket. Ezért van nagy szerepük a szülőknek abban, hogy milyen példát mutatnak gyermekeiknek a közlekedés során. Fontos a szülői példamutatás, fontos, hogy a környezet milyen mintát mutat fel, hiszen egy gyermek ezt veszi magához, e szerint fog eljárni. Ő nem azt nézi, hogy mit ír elő a jogszabály, azt látja, hogy a felnőttek, a szülei miként viselkednek, hogy bekapcsolják-e a biztonságot vagy sem, hogy hogyan viszonyulnak a többi közlekedőhöz. Idén eddig 18%-kal kevesebben haltak meg az utakon országos szinten, mint tavaly 7 hónap alatt.